Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. A mai műsorba olyan vendégeket hívtam, akikkel nagyon sokat találkozunk a hétköznapokon, sokszor adunk a munkásságukról híreket, de ebben a műsorban még nem jártak nálunk, és nagyon nagy öröm számomra, hogy egy kicsit lazább, kötetlenebb formában is beszélgethetek velük, és megismerhetik Önök is őket. A stúdióban köszöntöm Matuz Jánost, a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ művészeti intendenset. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a meghívást. Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója. Én is köszönöm a meghívást. És Majoros Róbert, az Alba Régia Táncegyüttes művészeti vezetője. Köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm a meghívást. No, hát ez tényleg nagy öröm számomra, mert hogy, ahogy az előbb mondtam, mindig csak interjúk formájában tudunk veletek beszélgetni, nagyon hivatalosan, úgyhogy remélem, hogy egy picit a mai műsorban kicsit más oldalról is megismernek titeket a nézőink. Én tudom rólatok, hogy valamennyien nagyon lazák, viccesek, és nem annyira komolyak is, vagy tudtok lenni így a hétköznapokban. Így van ez? Hát kiderül. Szerintem igen. Hát igen, mert tulajdonképpen a humor az a katalizátor, amin keresztül komoly gondolatokat lehet közvetíteni, és az félelmetes számomra az az ember, akinek nincs humorérzéke, mert akkor az mit tud és miként közvetíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mi mind a hárman élünk a humor adta lehetőséggel, miközben azt gondolom, hogy tartalmilag elég sok minden van bennünk, amit szeretnénk és közölni, és közlünk is a magunk módján. Nem szokott velünk gond lenni egyébként. A múltkor is, amikor együtt dolgoztunk, így szerintem jól megtaláltuk azt a határt, hogy a humor, a lazasság is belefér, de amikor munka volt, akkor meg dolgoztunk ezerre. Az a furcsa, hogy a humor az segít kitolni a határokat. A személyeseket és a közösségi határokat is. Tehát van, amikor egy baráti jó tréfával beljebb jutsz egy közös munkában, mint hogyha szigorúan rendszer szerint gondolkodsz, és mindenki végzi a magára vállalt vagy szabott dolgot. Hát még rávilágít dolgokra, azt gondolom, tehát főleg a szarkasztikus humor az mindenféleképpen rávilágít a dolgok fonákjaira, hiszen mindennek van fonákja is. És ezek nagyon fontos dolgok, hogy a maga komplexitásában, pedig még nem is ittam kávét, szóval, hogy igen, komplexitásában vizsgáljuk az élet dolgait, hiszen mi mindannyian azzal foglalkozunk, mint színházi emberek vagyunk, hogy az életet leképezzük, szétszedjük darabjaira, úgymond, és mint egy puzzle kockáit újra összerakjuk, amire ugye referál arra a már ismert valóságra olyan módon, ami még addig nem volt ismert. És ehhez nagyon fontos kötőerő a humor. És ne felejtsd el, most már itt pingpongozunk itt a sor végén, hogy a humor az meg is véd. Tehát a humor mögött gyakorlatilag el tudsz bujdokolni, és amit ugye a Nagy László írt, a folyamatosan decélozhatatlan létezés, az a humor alapformája, hogy a humor birtokában, a humor védelméből nagyon, nagyon tartalmasan tudsz kifelé fogalmazni úgy, hogy tulajdonképpen védve is vagy, hiszen döntse el a másik, hogy azt én most komolyan gondoltam volt, vagy nem komolyan gondoltam most, volt. Még egy gondolat nagyon, azt arról is vagyok szó, hogy jutni, de a színház lényege is azt tud, egy színészt, egy táncost, bármilyen előadó művészt, most nem csak a humorra vonatkozik ez, az megvéd az a láthatatlan függöny, ami ott van a színpad és a nézőtér között, és amikor egy szerepet játszik egy ember, már pedig ha hiteles színész vagy hiteles táncszínész, akkor az nem játssza a szerepet, hanem megéli, előteremti, megteremti saját magából, és gyilkossá válik akár, vagy árulóvá válik, vagy egész szélsőséges karakterekké válik, nem eljátsza, hanem megéli, és aztán amikor meghajol, akkor azt mondja, bocsánat, én csak egy szerepet játszottam. Közben nem szerepet játszott, hanem ő azt akkor megteremtette saját magából. Aztán jó esetben, ha nem Pécsi Sándor is belehal az Őrült naplójába, akkor az öltözőben, amíg lesminkel, akkor leveszi magáról ezt a szerepet. Na jó, most már szerint avassuk be a közönséget, hogy Attila és én megkaptuk előre ennek a beszélgetésnek az összes kérdését, és jó előre fölkészültünk, hogy a nyitányt úgy rendesen fölrakjuk.
Mielőtt tovább mennénk a humor témájában, azért ugye említettétek, illetve hát már a műsor elején is azért szerintem ez sejthető volt, hogy ti nagyon sokat dolgoztatok már együtt, illetve most azért volt egy olyan alkalom, amikor tényleg összeraktátok a közös tudásotokat, és hát ebből fakadóan ugye ti a színházban, illetve a színpadon élitek az életeteket, ugye az a központ, az a nagy szerelem, ha lehet így mondani, az életetekben mindannyiótoknál. Mennyire jellemző ez, hogy csak a színpad és ez a minden? Hát most még egy mondattal visszatérve az előző témához, azért az közrejátszik, hogy mindannyian fiatalokkal dolgozunk. Tehát, hogy olyan... Mindannyian fiatalok vagyunk. Ja, igen, arról ne is beszéljünk. Az a legfontosabb. Tehát, hogy így az például... Az nekem milyen megtiszteltetés. A nyári munkánkra, a közös munkánkra visszatérve, például az Attilával a társulatunk nem minden nap találkozik azért. Egy évben egyszer, kétszer, és nagyon örülünk ezeknek a munkáknak. És azt gondolom, hogy mégis olyan, mintha naponta, vagy nem is naponta, de sokkal gyakoribb alkalommal találkoznak, mert mindig úgy tudunk együtt dolgozni. Tehát, hogy lazák ezek az együttlétek. Fölmegyünk a színpadra, és azon kívül, hogy tényleg amikor munka van, akkor mindegyünk oda teszi magát. De nagyon jó látni a két teljesen más arculatú társaságon, hogy ugyanúgy a humorral és a fiatalos lendülettel teljesen jól megértik egymást. Ez azért is fontos, mert meg ami nagy segítség, hogy egy nyelvet beszélünk, tehát nem a beszélt nyelvet, ami ugye a prózai színházra jellemző, hanem ez is ugyanolyan nyelv, ugyanolyan gazdag nyelv, a testbeszéd, tehát mi abszolút ugye rögtön szót értünk. Ja, ez egy nagyon fontos dolog, és a nagyon sok handicapje mellett, ami van a táncművészetnek, ez az egyik legnagyobb előnye, hogy nincsenek nyelvi határai. És ezért akár az néptáncról legyen szó, vagy kortárstáncról, vagy balettáncról, mégis a nyelv az közös. És egy nagyon izgalmas pilot project, hogy így fogalmazzak, amit ugye a János vezényelt le, és most már második alkalommal találkoztunk így, ez a két színházi vagy táncszínházi műfaj a színpadon, a prózával, tehát ez egy valódi összművészet volt. Az egy nagyon izgalmas, még nem tudok olyanról, lehet, hogy volt valahol, de én biztos, hogy nem tudok róla, hogy néptánc, autentikus néptánc és kortárs tánc találkozzon, nem csak, hogy egy színpadon, egy időbe, egy térbe, hanem egy közös produkció, tehát együtt táncoltunk, és valami egészen új minőség jött ezáltal létre, ami nem, tehát nem volt testidegen, nem volt silány, nem volt ijesztő, vagy azt mondja az ember, hogy hú, nagyon klassz, hogy most összejönnek, de hát ezt össze kellett hoznunk, hanem tényleg egy egészen új minőség volt, úgyhogy én ezt szorgalmaznám a jövőbe, és ebbe egyetértünk szerintem Robival, meg Jánossal, tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog volt számunkra. Akkor sejthető, hogy lesz még folytatás. Egyébként most ezt tőled kérdezem, János, hogy felmerült így csak így viccesen bennem egy gondolat, hogy mondjuk a ti kettőtök munkáját, ha kicserélnétek és megnéznétek egy nap, hogy hogyan lehet mondjuk a balettosoknak néptáncolni, néptáncosoknak balettezni. Te hát pedig megírnád rá a forgatókönyvet. Tudnál ezzel mit kezdeni? És még énekelni. Énekelnék. Ja, és te énekelnél, mert hogy te tudsz énekelni. Én énekelnék benne, az így, az már igen. Táncosok mit szólnának hozzá, az egy nagy kérdés. Vannak ilyen show műsorok, hogy mindenki azt csinálja, amit nem tud. Amit nem tud, de sokan csinálják. És lehet, hogy kiderülne, hogy simán menne. Biztos, mivel hogy menne, csak a közönség sínlenje, nem szeretnénk bántani. Szóval azért viccet félretéve, úgy tetszik, itt ülünk ugye a Nálatok Mizu műsorban. Az a Mizu nálunk itt Fehérváron, hogy ilyen alkotótársak vannak. Tehát nem kell elmenni más városba, más megyébe, más országba, hogy össze saraboljunk valami lehetőséget, egy közös... Amikor az ember elkezdi a fehér papír rettenetét, és elkezd arra papírra valamit kigondolni, akkor pontosan tudja, hogy a papír mögött olyan entitások, olyan képességek, olyan szakmabeli tudás van, amire az ember bátran írhat. Tehát én nekem a világ legegyszerűbb dolga itthon nálunk, Fehérváron nekik szövegeket írni, meg kigondolni egy közös történetet, mert tudom azt, hogy gyakorlatilag
első osztályú minőségben meg fogják csinálni, sőt, nem azt, amit én írtam, mert igazából senkit nem érdekel, hogy megcsinálja azt, amit az ember ír, hanem én arra vagyok kíváncsi, hogy az ő a saját nyelvükön az hogyan gondolják tovább, hogyan formálják át, hogyan bontják ki a szavak mögött megsejtett rétegeket, hogyan hagyják ki azt, ami a rétegben elsődlegesen meg van írva, de a táncművészet szempontjából talán kevésbé értik, és összejön egy ilyen nagyon érdekes, élő, titokzatos szavak mögötti párbeszéd, a közönség pedig odajön, és gyakorlatilag most már úgy jön haza itt, hogy hát persze, a fiúk megint csináltak valamit. Ez nagyon fontos. Most csak annyit a közönség nem lát, ami mondjuk az bizonyítja, hogy tényleg működik ez a hármas dolog így, hogy mennyi volt a próbánk erre a legutolsó műsor. Tehát, hogy lehet, hogy ezt nem is kéne így mondani. Nem is nagyon kéne mondani. És érdekes, mert nem azért is... Azért mondjátok hát erre, engem érdekel. Két napunk hát, volt arra, hogy összerakjunk. Igen, mert ez mindenki mag, tehát nagyon jó koncepció volt, amit a János, tehát egy nagyon jó koncepció alapján tudtunk dolgozni, ami ugye az nyilván megsegíti a munkánkat, és kreativitás adott nekünk, és azt mi azért, mi annál nyilván többet próbáltunk, mint két nap magunk részéről, és a Robiék is többet próbáltunk. De az összpróba, amikor összerakjuk, hát ez olyan, mint a kiváló jazzzenészek összejönnek, ugyan, és jammelnek, hát ők azért napi nem tudom hány órát gyakorolnak, de ott lehet, hogy egy próba vagy próba nélkül összeállnak, mert már minden tudásuk ott van. De nagyon fontos volt visszacsatolva, amit János mond, hogy ad egy alapot, ad egy vázat, ad egy dramaturgiát, egy koncepciót, és aztán azt kreatívan azt mi kibontjuk, mert például én is így szeretek dolgozni a táncosokkal. Jó, nyilván a koreográfia az exakt mozdulatokat megkoreografálok, de a legjobb momentumok a darabból számomra az, és itt jön a lényeg, egy együttes előnye egy projekttel szembe, hogy az együttes, és ez igaz egy prózai társulatra is, az együtt él, együtt dolgozik az alkotóval vagy alkotókkal, és ismerik egymás rezzülnéseit is, és ki tudják egészíteni egymást. Tehát én nem szeretek úgy táncosokkal dolgozni, nem megyek egy ismert együttesbe, és akkor hát nem bizonytalan vagyok. Mert ha a saját embereimmel dolgozom, tehát akik engem ismernek, és én ismerem őket, nagyon sokat hozzátesznek az alkotási folyamat során ahhoz a darabhoz, és mindig mondom neki, bátran hibázzatok, vagy, mert sokszor egy elrontott mozdulat, tehát én kitalálok valamit, és ő idézelbe teszem, elrontja, egész más útra vezet, hát ez az a közös gondolkodás, ez az élő színház, csinálás, ha szabad így fogalmazni, hogy előadó művész, alkotók együtt dolgoznak és hoznak létre valami minőséget. Egyébként ezt aláírom, én emlékszem még mondjuk 10 évvel ezelőtt én is papírokkal, füzettel mentem be. Volt egy hatalmasan kidolgozott elképzelésem akár egy koreográfiáról, és ez így az évek során abszolút bebizonyosodott, hogy a gátolja. Legjobb pillanatok, amit ott helyben, és amit nem is én, hanem amit ott a táncosok abban a pillanatban megélnek, vagy kitalálnak, azok a legjobb pillanatok, abszolút. De ehhez tényleg az kell, hogy velük éljünk. Ezért fontos a társulati lét. Abszolút. Ezért fontos a társulat. Amiből viszont, hogy egy picit beszéljünk az elmúlt időszakról, egy kicsit kevesebb jutott ugye mind a kettőtöknek, illetve hát voltak olyan dolgok, ugye, amit mondjuk neked sikerült megvalósítani, csak kicsit más formában. Igen. Egy picit beszéljünk erről, hogy éltétek meg ezt az időszakot, amikor az ugye a szerelmetek nélkül kellett lenni a színpad nélkül. Hogy éltük meg igazából, maradjunk a humornál, mert az ugye átsegít a nehézségeken se. Volt Covid? Nem is tudjuk. Online balett volt. Mert mi nem akartunk tudomást venni róla. Tehát nem vettünk tudomást. Miközben persze nagyon is tudomást kellett, hogy vegyünk a bezártságról, de mi dolgoztunk. Tehát baletteket hoztunk létre. Az aritmia így született a Covid alatt. Tehát nagyon aktívan online térbe kényszerülve, ami egy citrompótló, tehát a színház, az élő színházat, az sose pótolhatja, és nem is fogja. Nagyon jó, hogy van, és meggyőződésem az, hogy innentől kezdve minden egyes színházi előadás online is megy, ami nagyon fontos, mert nagyobb közönségek, szélesebb közönség réteget ér el, de természetesen az egy csökkentett minőség.
még akkor is, ha a legszuperebbul vannak ezek vágva, ezek a produkciók, mert az élő színházi előadásra, erről hosszan lehetne beszélgetni, de az nyilván arra most nincs időnk, hogy miért is nem, de mi dolgoztunk az online térbe, és ahogy kidughattuk a fejünket a Covid után, abban a pillanatban mentünk közönség elé. Mi se vettünk egy darabig tudomást, mintha nem lenne, aztán én azért belekerültem ebbe, úgyhogy eléggé tudomást vettem róla utána. Én egyébként azóta én úgy veszem, mintha tényleg nem történt volna meg. Tehát, hogy nem is gondolunk erre, hogy ez akár visszatérhet. Tehát nem is lehetne így dolgozni. Úgy dolgozunk, hogy minden fog menni, ugyanúgy, amiket elterveztünk, fesztiválokat. Tehát egyébként most például ugyanarra két fesztiválra készülünk, amire egy évvel ezelőtt készültünk, és az utolsó pillanatban mindent lemondtak. Tehát, hogy nem is gondolunk erre. Az trauma, amikor rengeteg munka van bennem, ez egy nagyon munkás műfaj, a táncművészet. Bennük ragad és minden, és akkor egyszer csak kedről szerdára, bum. Tehát vasfüggöny le. Tehát nem függöny ment össze, hanem vasfüggöny, és nem lehet. Tehát az egy trauma nyilván, mint ahogy mindenki számára az, hiszen az élet az megbénult egy pillanat alatt. Ez egy nagy trauma volt. De igyekeztünk ezen túljutni lelkileg. Ami egy kicsit félelmetes az, hogy amit mondjuk kihagytunk fél évet. Beszéltünk itt online órákról, de legalábbis nálunk ez tudjuk, hogy mennyit ért. Tehát, hogy ami félelmetes az, hogy amit eddig fél év alatt szoktunk megoldani, arra volt most másfél hónapunk. És ugyanúgy sikerült. Tehát ugye elgondolkodik az ember, hogy eddig mi csinált. Na szóval, hogy összekapja ilyenkor magát az ember, és nagyon, nagyon megmozgat olyan erőket, ami nyilván fél évig bennünk volt, és nagyon örültünk, hogy igaz, hogy kevés időnk volt rá, de hogy volt egy célunk, hogy például augusztusban bemutathassuk az új műsorunkat. És ami nagyon fontos, most maradjunk akkor a táncművészet, már elnézést, mert mégiscsak ezzel foglalkozunk, hogy mindenki megsínlette ezt, és minden szakma. De azért most gondoljunk abba bele, most maradjunk az előadó művészetnél, hogy annyira, mint a táncművészet, talán semmelyik. Hiszen most már egy informatikus otthon is tud informatikus lenni. Egy zenész is tud otthon leül a sparhelt elé, és gyönyörűen tudja játszani Johann Sebastian Bachot, tud gyakorolni, még ha nem is tudnak együtt játszani. Egy színművész is otthon a tükör előtt tud gyakorolni, tud játszani. Na de egy táncművész a sparhelva kapaszkodva Rodezsan fuettézik, szóval az nem megy. És mi még egy kicsit sajnáltassuk magunkat, mi nekünk 90%-ban páros táncaink van. Tehát azt egyedül otthon gyakorolni, az egy nagy kihívás, ez hát, biztos. Viszont otthonról, tehát talán tudsz igen, tehát de nincs kinek. Én nekem most már évek óta az életem az egy ilyen arany háromszögben zajlik. Ez háromféle kihívás. Az egyik a nemzeti ünnepek, amiket most már évről évre én írok, rendezek ebben igazából. Az a kihívás most önmagammal versenyezni. Tehát, hogy a hetedik évben még újat hogyan tudsz ugyanarról a témáról újra és újra érdekfeszítően, izgalmasan és kihívó módon gondolkodni. A másik az óriás sakk, ami nekem kielégíti a bennem lévő méretetlen kutatási vágyat, mert az egy tudományosan megalapozott világszenzáció, amit Fehérváron csinálunk. A harmadik pedig most már egyelőre, most már két ilyen királynapos megnyitón vagyok túl, abban pedig az a nagyon nehéz, hogy az ember ne a rendezni valót lássa benne, és ne az írni valót lássa benne, hanem a lehetőséget lássa, hogy abban mások jók legyenek. Tehát amikor itt a végén fel, hogy írta és rendezte mondjuk Matúz János, abból az írta az korrekt, én ezeket nem rendezem. Én egyszerűen helyzeteket teremtek arra, hát hogy az alkotó, az megvan benne, de maga az, hogy a színpadon gyakorlatilag szemléljem, vagy átéljem a többiekkel együtt a közös alkotó. Helyzetbe hozom de hát az, hogy egy ilyen 800 éves történetet úgy átgondolni, fölrakni,
kiépíteni, hogy az kellően helyzetbe tudjon hozni különböző művészeti ágak képviselőit úgy, hogy érdek fölcsigázzon. És ne történelem óra legyen, hanem emlékszem, hogy két év a legelőcsatás dolgot csináltuk, akkor, és nem dolgoztam még korábban, csak ismertük egymást a színházból, akkor olyan nagyon furcsa mondhat, hogy na, akkor mutassál egy zenét. És akkor mutattam neki, ja, akkor rendben. És ott láttam azt, hogy akkor az, ahogyan ez el van helyezve a zene dimenziójában, az, amit én gondolok, az körülbelül azon a szinten van, ahol érdemes elkezdenünk ugye beszélgetni. Tehát, hogy nem valami futottak még kategóriás, megúszni való zene, hanem hogy itt tényleg meg akar mozdulni a színpadon valami, és ebben a városban, ezekben a terekben, ilyen történelmi dimenzióban, ilyen kreatív alkotótársak mellett, ez egy kifejezetten nagy szellemi kihívás, ekkora labdákat letenni. Egyébként mennyi idő alatt születik meg egy ilyen? Ó, én nagyon sokat, nagyon hosszan dolgozom. Tehát én most már elkezdtem az óriás sakkot a múlt héten, és az majd április-májusban lesz. A jövő évi október 23-ai műsorom már megvan a fejemben, csak le kell írni, leegyeztettem a március. Tehát én fél évre, 8 hónapra előre dolgozom, ezért tudok időben odaérni minden. Tehát én nem az a pasas, akit fölhívnak, hogy holnap utánra kell valami. Megcsinálom, mert az ember megcsinálja, de az a biztonság, amivel én ezeket a munkákat kimerem adni a kezemből, és úgy tudok róluk beszélni, hogy az másokat is érdekeljen, az bizony sok. Tehát én egyfolytában dolgozom. Igen, nem látszik. Mesterünk Jeszenszky-Endre két dolgot mondott. Ahhoz, hogy egy alkotó, vagy egy tanár, vagy egy mester át tudjon adni valamit, ahhoz neki ekkora adagnak kell lenni mennyiség a tarsójába, abból ennyit át fog tudni, és ennyit fognak tudni felfogni. De ha csak ennyi van a tarsójába, akkor el lehet képzelni, hogy mi lesz. A másik meg a halogatással vonatkozóan, amikor ugye tanultunk nála, és valami hát úgy halogattunk, vagy későbbre akartunk, akkor mindig azt mondta, hogy fiaim, hogy az idő és a becsület. Hát az óriás sakkhoz, most már be is fejeztem a sakkozást, az elsőt, a buhit, amiben az egész, a 3200 oldalnyi szakanyagot olvastam el 3 nyelven. Mire abból lett 40 perc, 33 000 elütésnyi szöveg. Ez idő. Bámulatos. Ezt nem lehet meg, tehát ezt nem lehet megúszni, aki ezt meg szeretné úszni, az valahol majd nagyot veszít a vége felé. És mondjuk mindig nagyon sikeresek ezek az előadások, ugye most a legutóbbi az ugye egy ilyen tévéjátékra sikeredett. Hát ugye azért sikeres, mert színházilag gondolkozik az ember, és ugye nem csak a tudásanyagot, hanem a hatásmechanizmust is igyekszünk megmérni, és úgy építünk fel minden ilyen dolgot, mint egy komplett színházi előadás, ahol vannak bizonyos részek, amikhez jól kell tudni odaérni, hogy tovább tudjuk. Egyszerű mezei színházi előadás felépítése. Igen, ez nagyon fontos, amit mondod, János, mert ez nagyon fontos az ismeretanyag, mert hát anélkül mire épített fel ezt a házat, hogyha nincs az jól megalapozva. De a színház csinálásnak van egy sajátos alkímiája, ami viszont nem kimondható. Nyilván ízlés dolga, világlátás dolga, igazából nem lehet leírni, hogy mitől lesz egy színházi előadás, nevezzük én nagyon primér módon hatásos, tehát mitől fogja meg az embert, mitől lesz zseniális, vagy kevésbé. Annak van egy alkímiája, ami aztán tényleg a munkafolyamat során, amiről itt korábban beszéltünk, a spontaneitáson át, az intuíciók használatán keresztül megvalósul, mert az egy dolog, az történelem, vagy matematika, meg ez mind része az alkotásnak, meg elmélet, meg nyilván ismeretanyag és tudás, de abból még nem lesz színház. Ha nincs az embernek, nincs érzéke ahhoz, hogy ezt művészetté, a költészet kötőereje által, hogy láttassa, és ennek is megvan a boszorkány konyhája és a praktikája, mindenkinél más, ettől izgalmas és különböző, egymástól különböző a színház, de a színház csinálás az alkímia. És itt nálunk úgy látszik, ez az alkímia működik. Most sokat beszéltünk erről, illetve hát a Covid kapcsán akartam kérdezni ezt, hogy aztán a pozitív hozadéka mi lett ennek, de akkor majd erről egy kicsit később beszéljünk, mert úgyis a műsor vége fele szeretnék arról beszélgetni veletek, hogy
aztán a jövőben milyen tervek vannak, mert gyanítom, hogy azért a pozitív hozadékok majd beépülnek a munkáitokba. Viszont egy picit beszéljünk arról, hogy bár sokan ismernek titeket, és már láthattak titeket így a műsorainkban, de mégis, hogy honnan indultatok, és hogy jutottatok el idáig. Azt tudom, hogy a Wikipédiát, ha végigpörgetem, nagyon sok mindent lehet olvasni rólatok, úgyhogy azt most nem is kívánom, hogy mindet vegyük végig, de mégis, hogy ti például Budapestről, és te is, hogyan keveredtetek Székesfehérvárra? Hogy jött ide? Hogy telepettetek ide? Te jössz, menjünk sorba. Hát én kacag születtem vagyok, aztán elkerültem Szolnokra, aztán elkerültem Debrecenbe bölcsészkarra, lett egy magyar-német szakos középiskolai diplomám, aztán az államvizsgálóban felvettek a színművészeti dramaturg szakra, azt elvégeztem, ott lettem dramaturg, színház és filmíró dramaturg. Aztán ott később le is doktoráltam, 6 vagy 8 évvel később, akkor építettem Pesten színházat, voltam műfázigazgató helyettes, voltam iskolaigazgató, és iskolaigazgatói minőségemben érkeztem a Szikorával meg a Csányival 12-ben Fehérváron. Ennyi. Ez jó rövid volt. Jó hében, és nagyon hosszú időt tett ki. Összefoglaltad rendesen. Mégis ez, hogy ez a dramaturg vonal, ez honnan jött? Már gyerekkorodban is? Fantasztikus. Semmi. Nekem osztályfőnökömet Bérces Lászlónak hívták, akit lehet ismerni a magyar színházi életből. Bárkán is együtt voltunk, ő az én angol szakos tanárom, egy remek pedagógus volt mellesleg. És a Pál István a másik ilyen hívószó, azóta a régen meghalt nagy, a szegedi független színpadnak volt a vezetője, a Magyarországi Színházi Avangardot ő hozta be, és amikor ő Szolnokon volt az én fiatal koromban főrendező, akkor mi rengeteget jártunk be a színházba, a hátsó bejáratot, nem nézőként, hanem hátul, meg ő személyesen találkoztunk vele, tehát itt lett egy ilyen elköteleződés a színház felé, és aztán az úgy érett folyamatosan, de amikor bennünket fölvettek nyolcunkat dramaturgnak, Osztovics Levente osztályba is meghalt, szegény Isten nyugosztalja. A legelső kérdésünk az volt, hogy tanár úr, bennünket föltetszettek venni, de legyen szívesnek, nem legyen az a dramaturg. Azt mondja, hogy fiam, nem tudom, a rendező barátja. Úgyhogy mi úgy lettünk dramaturgok, hogy a dramaturg az mondjuk két ilyen közkeleti megoldás van, a rendező barátja és szomorú kétéltű. Ebből a szomorú kétéltű az, ami rám igazából vonatkozik, mert annál, bocsánat a szakma, nyavajásabb dolog, mint dramaturg, kevés létezik, mert felelőssége nincs, lehetősége nincs, ott van a nézőtéren, a rendező háta mögött állandó félhomályban, hát arra születni kell, aztán kiderült így 50 után, hogy én valószínűleg nem dramaturgnak születtem. Igen, a dramaturghoz hozzátéve a színházban ez ketté válik, mármint a prózai színházban, bocsánat, az ketté válik a rendező és a dramaturg. Hiszen most mondok egy nagyon primér példát, hogy mit is csinál mégis a dramaturg. Mondjuk van egy regény, és abból egy színházi adaptációt szeretnének csinálni, akkor a dramaturg az az ember, aki kivonatolja és párbeszéddé vonulítja, tehát meg... Tehát, mint a háznak a szerkezetét ő építi fel, a művet, és aztán a rendező majd csinál belőle valamit, vagy elrontja, vagy pedig megcsinálja jól. Jó esetben, ha tisztelik egymást együtt dolgozva a dramaturggal, és akkor valami jó is születhet ebből. Tehát azért a dramaturgnak természetesen van felelőssége. Na most a táncszínházban az, amit én művelek, hát egy koreográfus, az nagyon egyszerű, hogy kiírják a koreográfus. Jobb esetben kiírják a rendező koreográfus, de az nem csak így nézám ki. Tehát főleg a táncverseknél, ami nem cselekményes balettek, de cselekményes baletteknél is. Tehát ez az esetek 99,9%-ában úgy néz ki, hogy a koreográfus az dramaturg, az rendező, sok esetben ugye jelmeztervező, díszlettervező, és koreográfus, ami a kinetikáját, tehát a mozgást megtervezi. Tehát ez minden egybe van a koreográfusnál, tehát ez nem az, hogy megcsinálja a táncot, hanem megcsinálja a darabot. Most a stafétát átvéve én is megpróbálom ilyen dióhéjba foglalva az én életutamat, bár valóban, ahogy mondtad, a Wikipédián az elérhető, bár mindegyikünknek az életrajza. De én alapvetően színházi embernek vallom és érzem és gondolom magam. Nekem eszköz és ürügy a tánc. Alapvetően én színművész szerettem volna lenni
világéletembe, illetve hát kisgyerekkorom óta a Szavaló versenyt nyertem, a Spilák Klára például az osztálytársam volt az Egressy úti általános iskolába, rendre nyertem előtte szavaló versenyeket, nem ez csak a zsűri ízlését dicséri. Na mindegy, Adi volt a kedvencem, Adit mondtam, ilyen fiatalom. Na, és aztán színművészetére akartam menni, és akkor egy évig, akkor az egy nagyon jeles iskola volt, talán a legjobb, még erősebb volt a sokak szerint a színművészetinél is, az a Nemzeti Színház stúdiója, Bodnár tanár úrral, Bodnár Sándor volt, aki azt vezette, fantasztikus színészmesterség órákat tartott, Monták tanár úr tanított beszélni, hát ez most már kopott, de nagyon komoly mestereink voltak, Kautsky Armand volt, Mürel Júli az én évfolyamtársam volt, és akkor már megkitöltöttem a jelentkezési lapot, csak közben jártam táncórára, aztán azt mondtam, de én zenélni is tanultam, klasszikus gitározni 6 évig, a Sasvári Sanyi volt az én zenetanárom, vagy gitártanárom, sportoltam, birkoztam fiatalkoromban, és akkor azt mondtam, hogy én itthon vagyok, hát itt színész is lehetek, én is sportoló is lehetek, és zenész is lehetek, mert ugye a zenével dolgozunk, mi néma hangszerek vagyunk, táncolunk. Miért akarok én menni a színművészetire? Az csak redukció az én esetemben, és így lettem. Tehát én mindig színházat csináltam táncon, csinálok ma is táncon keresztül, miközben nagy szerelmese vagyok a prózai színháznak. Majd egyszer lehet, hogy valamikor, vagy a következő életemben majd szeretnék rendezőként is dolgozni prózai színházzal, mert én nagyon tisztelem és szeretem a színművészeket, és izgalmas színházat lehet csinálni, de mégis ez az én nyelvezetem, tehát a mozgás és a tánc. Na, aztán a Nemzeti Táncszínház után én komolyan, vagy a Nemzeti Színház stúdiója után én komolyan fordultam a táncművészet felé, Jeszenszky Endrénél tanultam, aztán később Stuttgartba és Párizsba, aztán elmentem Bécsbe a Vienna Dance Laboratóriumba táncoltam, ez egy kortárs táncszínház volt, aztán először hirdettek próbatáncot a Magyar Nemzeti Balettnél, mert addig csak úgy lehetett, hogy az Andrássy úton szemben volt a balettintézet, akkor még balettintézet, és csak onnan, mint libasorba átsétáltak az arra érdemes növendékek, és oda nem, kívülről nem lehetett bekerülni. De most próbatánc volt, és én voltam az első olyan ember, magyar ember, akit nem balettintézetből vettek fel az a diplomával, úgyhogy ez is egy pilot program volt, és akkor én ott ragadtam 12 évig, miközben megalapítottuk Földi Bélával a Budapest Táncszínházat, úgy mellesleg azt mondja, hogy a kortárs táncnál is maradjunk, aztán később ott koreográfos stúdiót vezettem, Harangozó Gyula balettigazgató irányítása alatt, akkor ő volt a balettigazgató, aztán utána a Pécsi Balettnek lettem a művészeti vezetője, az Keveházi Gáborral vittük tandembe, ő volt akkor a balettigazgató, utána a Debreceni Baletthez hívott a Tyutka Pista, akkor azt vezettem 2 évig, de aztán az megszűnt a Debreceni Balett, utána alapítottam egy 7 szólista a társulatból, megfogta a kabátgombomat, azt mondta, most valamit csináljunk, és akkor megalapítottam a Magyar Balett Színház néven, Gödöllőn működött egy társulat, azt 3 évig rodeóztunk, az egy kemény rodeó volt, és utána a South Bohemian Ballettnak lettem az igazgatója, ami egy nagymúltú 60 éves társulat volt akkor már, ez Dél-Csehországban van, Budweis városában, ott 6 évig voltam balettigazgató, ez a színház tagozataként működött, és akkor az 2 út állt előttem, mint a mesébe, most vagy megyek külföldre, voltak ajánlatok Németországba és Svédországba, hogy ott balettigazgató lehettem volna, de azt mondtam, én azért hazajönnék, hogyha lehet, de csak akkor kizárólag, ha van értelme, és valami olyat csinálok, amit addig még nem, tehát nem tagozat, színházi tagozatot vezetek, mert az sok esetben mostoha gyerek, hanem ahol komoly munkát lehet végezni, és akkor ez egy hosszú történet, azt most itt nem mesélem el, de talán kedves nézők, vagy akadnak olyanok, akik tudják, hogy ennek mi volt az előélete, és ez egy nagyon nagy formátumú döntése volt a városvezetésnek, hogy létrehozta Székesfehérvár kulturális intézményeként a Székesfehérvár Balett Színházat. Tulajdonképpen a Győri Balett volt az utolsó, amit így megalapítottak, hogy az indulásnál intézményként. Azóta ez 42-43 éve volt, és ez egy nagyon nagy formátumú döntés volt. Annak köszönhetően ülünk most itt és beszélgetünk, és most már ez a 4. színházi évadunk, amit megkezdünk a Balett Színházzal.
Igen, ez most így elég hosszú és sok is volt, így a felsorolás. Akkor itt ezek szerint most sokáig tervezel maradni? Hát, ugye nem lesz szívésmenés. Tehát ez nem egy ilyen hirtelen felindulásból történt döntés volt, tehát nem minden nap alapít balettszínházat az ember, vagy tettestársként ebben nem minden nap vesz részt. Ez szerintem, ahogy én tekintem, életem főműve, tehát akkor ezzel talán megadtam a választ. Így legyen. Robi, hát nálad a családi indítatás, ez ugye nem kérdés. Abszolút, meg hát én teljesen fehérvári vagyok. Azt gondolom, hogy tényleg így születtem, és végig ez a város vezette az életutamat. Úgyhogy hát az Alba Régia művészeti vezetője vagyok, az Alba Régia táncegyüttesnek, ami már 70-en felül van. Hát én azért jó régen ott vagyok, de nyilván az elején én gyerekként 9 évesen kerültem oda bátyám által az egyik utánpótlás csoportba, és úgy szépen végigjártam a szamár, tehát végigjártam ezeket az utánpótlás csoportokat, amíg egyszer csak ott voltam, hogy a felnőtt együttesbe táncoltam, amit hihetetlenül élveztem, és nagyon az életünk része volt, de nem volt a fejemben az, hogy én akár ezzel foglalkozzak hivatásszerűen, vagy akár ezt az együttest én majd egyszer vezethetem. Botos József volt már akkor is a művészeti vezetőnk, úgyhogy ő azért nagyon sokat segített abban, hogy így ezen a pályán elinduljak. Úgyhogy ezt érzem én is most magamon, hogy azért az ember előre gondolkodik, akkor azért ki kell, hogy nevelődjön, és egy picit segíteni kell a fiatalokat akár ebbe az irányba mozdulni, akár pedagógia, akár táncművészet fele. Én úgy érzem, hogy egy felém egy picit ilyen szempontból nyitott, és neki is köszönhetem azt, hogy ezen a pályán vagyok. Úgyhogy én így belenevelődtem ebbe az Alba Régiás létbe. Jó, tudom, akkor a Jákiba jártál, ugye? Igen. Volt ezzel valami terved? Én most nem mondom el, hogy miért a Jákiba mentem. Ha mostanában, vagy abban az időben is léteztek volna ilyen művészeti iskolák, biztos, hogy más irányba mentem volna. Én nem voltam egy tehetséges, akár az építészetet nézve, akár a gyakorlati dolgokat nézve. Én abban az időben is zenéltünk, táncoltunk, zenekarunk volt, tehát hogy sokkal inkább egy ilyen irányba kellett volna mennem. Ezt így utólag bánom azért. De most már van művészeti iskolánk, ahol abszolút pedagógus is vagy. Ez így van, így van. Mikor nekem kezdődött, honnan jött az, hogy akkor te át szeretnéd adni a tudásodat? Még azt gondolom, hogy 18-19 éves lettem, amikor abban az időben indultak el ezek a művészeti iskolák az országba. És pont Botos József Béci egy újságcikk, egy hirdetésen keresztül talált meg engem, hogy Abán indul egy művészeti iskola, és néptánc pedagógus. Nem is így írták, hogy pedagógust, mert szerintem nem is volt még mindenkinek ilyen végzettsége, oktatót kerestek. És igazából az volt az első munkahelyem Abán. Én nekem az egy nagyon szép emlék, mert nagyon sok lehetőséget kaptam. Ott volt a főállásom, nagyon támogattak minket a feleségemmel, Verával, hogy amit szerettünk volna, azt meg tudtuk ott valósítani. Úgyhogy az egy nagyon szép emlék nekünk. És onnan kerültem át igazából, ahol már amúgy is táncoltam a felnőtt együttesbe, ott az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskolának a pedagógusa lettem, először óraadóként, aztán most már főállású tanárként. Azt azért ne felejtsük el, hogy mindannyiótok, ha jól tudom, akkor valamilyen szinten a párotokat a szakmában ismertétek meg, illetve, ha jól tudom, te a kórusban. Igen. És egy kicsit mesélj nekünk erről a kórusról, mert szerintem ezt nem sokan tudják rólad, hogy tudsz énekelni, és kórust alapítottál. Azt, hogy én se tudtam. Azt, hogy a feleségem megnyertem egy szolnoki kórusban, az életem legjobb pillanata volt, kölcsönös remélem, de az, hogy én nekem 30 éves kórus múltam, énekaros kórus múltam van, az engem a színházban végtelenül segít. Tehát ugye te zenész vagy, akinek nincs hallása, nincs ritmus érzéke, az meghalt ezen a pályán. Tehát mi gyakorlatilag, én énekeltem nagy tömegkórusban, ebben a nagy kodályi tömegkórusokban, de volt egy 11 fős, abszolút modern kamaraegyüttes,
énekkarunk is, egy vokál ensemble, amivel gyakorlatilag mi jártunk itthon is és külföldön is komoly fellépésekre. Például mi énekeltünk a Tamperei Operaházban, és ott a legjobb külföldi kórusként mi kaptunk 3 ezüstöt. Mi énekeltünk Grazban, Habsburg Ottó születésnapján, hihetetlen, nekünk írtak kortárs zeneszerzők, kortárs, 11 szólamú kórusművel, tehát az azt jelenti, hogy olyan szinten kupálódik ki a füled a kórus muzsikával, amikor semmi nem segít, csak a nagy zsongásban a több, az összhangzatra kell figyelni, olyan szintű koncentrációt igény, egyszerűen ez egy életre a füled kiélesedik. És hát a feleségeddel pedig egyszerűen egy olyan bombabiztos alapod van ezen a téren, amik, hogyha a kémia nem működne, akkor is hosszasan el lehetne vele élni. Milyen szólamod, milyen hangod? Én tenor voltam. Igen. És akkor még egy picit a családról még mit lehet tudni? Hát kérem szépen, a lányom, a feleségem a Tóparti gimnáziumban tanít, mestertanár, a lányom pedig vízimentő. 18 évesen elkezdett dolgozni, ő befejezte a rendészeti szakgimnáziumba járt, alig várta, hogy befejezze a 12-et, úgy, ahogy van, el is ment dolgozni, és most Velencén a spában vízimentő és boldog. Az én lányom jelentem, megtalálta élete pályáját, és kivirult. Ez a legfontosabb. Ember. Úgyhogy mi rendben vagyunk, köszönjük. Nálad pedig, hát kicsit új keletű még a házasság, ha jól emlékszem. Hát a kapcsolat az nem. A házasság az új keletű, de mi 14 éve vagyunk együtt a feleségemmel, Krisztinával, hát aki a motorja a társulatnak, szóval nélküle nem létezne a Székesfehérvári Balett Színház, legalábbis biztos, hogy nem azon a színvonalon, ahogy most létezik. A megalapítástól kezdve, úgyhogy hát nagyon egyszerű, ugye szakmabéliek vagyunk, ez egy nagyon, mint mondottam, nagyon munkás műfaj, tehát nap 24 órájában ezzel foglalkozunk, és hát 6-8 órát intenzíven táncolunk. Én vele Prágában ismerkedtem meg anno egy kurzuson, ahol én tartottam mesterkurzust, és akkor ott a barcelonai teátra, Institut del Teatre, ami egy nagyon neves iskola, színészeket is képeznek, táncosokat és zenészeket is, ott volt pár növendékkel, és akkor onnan ott dolgoztunk együtt, aztán ő jött hozzánk Gödöllőre, aztán onnantól kezdve mi együtt voltunk, nem rögtön jöttünk mi össze, az eltelt 1-2 év, és tulajdonképpen azóta mi együtt dolgozunk, és együtt alapoztuk meg, és visszük a mai napig a Balett Színházat. Akkor legalább a hétköznapokon is mindig mosolygó tekintetek vannak, a munkában is, amúgy hát, is. Hogyne, de nyilván, hogy azért egy házasság az nem mindig romantikus, mint ahogy az élet sem mindig romantikus. Házasságban is vannak covidok, és azokat is túl kell élni, mint mindenki másnak, de valóban van egy olyan erős kapocs köztünk, ami talán a Jánosék között is van, amit említettél, hogyha a kémia nem működne, de hál' Istennek szerencsére működik, akkor is, hát mivel van egy közös gyerekünk, ez a, még sajnálatosan még úgy gyerekünk, közös gyerekünk nincsen, de szeretnénk, tervezünk, de a közös gyerekünk az a Székesfehérvári Balett Színház, amiért felelősséggel tartozunk mind a ketten, és ezt a felelősséget viseljük is. Természetesen szeretnénk majd közös gyereket, de van közös gyerekünk úgymond, mert az én Tália nevezetű nagylányom az előző házasságomból született, ő most 17 éves, de tulajdonképpen 3 éves kora óta, mint pótmama, nem is tudom, mi a legjobb megfogalmazni, mert anyjának tekinti, második anyjának tekinti, amire én nagyon boldog vagyok, egy nagyon-nagyon belsőséges, jó viszonyt ápolnak. Úgyhogy így van közös gyerekünk is tulajdonképpen, de hát majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Na, ehhez megszurkolunk. No, hát nálatok meg szintén a családban szintén maradt a dolog. Ne, hát a Veronika szintén táncos, és hát az utánpótlás csoportba. Nem, de most nagyon, ő biztos tudná a dátumot, én ezeket nem tudom, de
Hát 10 éves korunk óta egy csoportba táncolunk, és az elején mi is barátok voltunk. Egy fele laktunk, hazakísértem, de akkor még én úgy emlékszem, hogy mint táncostárs, nagyon jóban voltunk, akkor is sokat beszéltünk, és akkor egyszer csak ez átcsapott szerelembe. Hát ez már lassan egy ilyen 21-22 éve már megtörtént a nagy nap, összeházasodtunk, és már előtte jóval megismertük egymást, úgyhogy mi is, hát a napi 24 órából 25-öt együtt töltünk, ahogy az Attiláéknál is, de hát azért ez így bebizonyította, hogy működik ez a jó pár év. Úgyhogy nekem is írtó nagy segítség az, hogy úgymond szakmabélivel vagyok együtt, és a munkatársam is ő. Én azt gondolom, hogy ezt a fajta életvitelt, ezt nagyon nehéz lenne más valakivel megvalósítani. Hát a magunk fajtákat szerintem... Mi a magunkat se. Igen, magunk, az nem, nagyon nehéz, hogyha valaki nem szakmabéli. Van rá biztos precedens, de hogy az jól működjön, az kivételes. Hát igen, mert nektek sem az a 8-tól 4-ig a munka, egyrészt a munkaidőt tekintve, másrészt meg ez egy életforma, igen. Ez egy életforma, ami biztos vannak más szakmák, és biztos az orvosok között is van ez az elhivatottság. Ez egy életforma, ez egy dedikáció, ez egy teljesen másfajta gondolkodást igényel az élet dolgairól is. Időnként azért irigykedve nézem azokat, akiknek van hobbiuk. Éppen most a múlt héten lecsófőzés közben tettem azt ki, és ott van felett, figyelj már nekem nincsen hobbim. Hát illetve a főzés nem az. És akkor mondta a feleségem, hogy hallgatod, hát szeretsz főzni. De jók van egy hobbim. Effektíve gyakorlatilag ez megesz bennünket. Tehát ez nem munka, ez tényleg ez egy létezési forma, ami 1-24-ben pörög, és annak különböző végeredményei vannak, így, úgy, amúgy, de egyik végeredmény csak egy újabb belépő, egy újabb elkezdett munkára, egy vég nélküli fejlesztési folyamat, ami igazából nem lehet megállni, mert hogyha megállsz, akkor elsüllyedsz. Így van. Így van. Hát, ha valamit nem fejlődik folyamatosan, az megáll egy ponton, és visszafelé zuhan. Viszont kutyust is szoktál sétáltatni, ha jól tudom. Hát logisztika. Logisztika a kutya. Én azt tudtam, amikor eljöttünk Szolnokról, akkor én akartam egy kutyát a lányomnak, mert egy tisztességes apa vesz kutyát a lányának, ha ekkora változás van, hogy a Dunán átmegy. Ahol nekem útlevél kell menni, egy alföldi ember vagyok. Én tudtam azt a világban, hogy ha nekünk kutyánk lesz, akkor három dolog biztos, hogy nem lesz. Kettő. Nem lesz kicsi, és nem lesz fehér. Egy fehér babonyézénk van. Szóval az elvekről igazából csak ennyit. Kutyánk nekünk is van kettő, két francia bulldog. Egyik rosszabb, mint a másik. Hát az egyik már idős, az már kevésbé rossz. Nem annyira eleven, de egy tündéri kutyus, a Yoda. Tényleg úgy néz ki, mint Yoda-mester. Már 10 éves, és van egy éves fekete-fehér, vagy fehér-fekete. Skywalker? Flippo. Skywalker, ez jó, a Flippo. Flippo a neve, úgyhogy hát az logisztika, ez így, ahogy mondod, az logisztika, főleg az életvitel, hogy mi élünk. Pláne úgy, utána a gyerek odaadja, hogy apa akkor a tied. Igen. Tehát, hogy magadnak veszel egy lehetőséget arra, hogy megállás nélkül szervezz. És akkor a kutyasétáltatás mellett valami hobbi belefér még a nem létező plusz időbe? Én is úgy vagyok ezzel, hogy tulajdonképpen nekem a hobbim az, amit csinálok, mert a hobbim az élet, és abban minden belefér. Tehát ezzel dolgozunk, az élettel dolgozunk, az élet dolgaival. Ennél nagyobb hobbi nincs, ez egy ajándék is. Nagy teher is, viszont ajándék is. De nagyon szeretek olvasni, szeretek a kutyákkal játszani, mert nagy örömet okoz. De horgászhatnál, repülhetnél, squashozhatnál, teniszezhetnél, szeretek snowboardozni, nem nagyon tudok, de szeretek. Szeretem a tengert, szeretek búvárkodni. Például a hobbim búvárkodni, szeretek búvárkodni. Az nagyon jó. Úgyhogy vannak azért hobbim, de olyan, tehát a legnagyobb hobbim az, amit csinálok. Robi, te zenélsz is? Igen, én most így gondolkodtam, hogy nekem mi a hobbim, akkor ezek szerint nekem a zenélés a hobbim, de mondhatnám a táncot is, de ahhoz
ahhoz túl sok időt töltök én azzal, hogy azt nevezzem hobbinak. Tehát tényleg. De jó, hogy mellette most újra így fel, néha úgy fellángol ez így a 10 évente egyszer, hogy valami zenekar úgy zenekarba belecsöppenek, és ez mindig nekem egy hatalmas élmény, meg tényleg jól kiegészíti az életemet. Most újra van egy ilyen lehetőség, és nagyon élvezzük. És ez valamennyire azért össze is cseng a népi kultúrával, úgyhogy ez így egy szerintem tök kerek egész, és még nagyon az elején vagyunk, de nagy lendülettel vagyunk. Nem akarunk újra rockstárok lenni, meg befutni, meg kifutni sehova. Ezt most már tényleg mindannyian, akik benne vagyunk, így túl vagyunk jó sok mindenen, és tényleg csak így magunk szórakoztatása, illetve mások szórakoztatására, hogy mi jól érezzük magunkat, az nagyon fontos. De ez a hobbim, igen, az a zene. Ha már itt belecsöppentünk, hogy lehetőség meg egy picit a jövő, akkor még itt a műsoridőnk már lassan véget ér. Beszéljünk egy picit arról, hogy a jövőben mire készültök, illetve hát szerintem mindegyőtöknek éppen kopogtatnak a lehetőségek, illetve az újabb dolgok most. Mi az együttesünknek a életében nem volt még ilyen, hogy mesedarabbal foglalkozzunk, és már ezt már pár éve így gondolkodunk rajta, hogy mindenképpen jó lenne. Most úgy láttam, hogy megtaláltuk a megfelelő embert erre, és el is indul a munka Novák Péter rendezésébe. Végre lesz egy mesedarabunk, ami mindenképpen azon kívül, hogy nyilván a gyerekeknek is szól, mindenképpen azon vagyunk, hogy ezt a szüleiktől elkezdve kicsit nagyok, idősek, fiatalok, mindenkinek nyújtson valami olyan plusz élményt, ami miatt be fognak jönni hozzánk. És nekünk meg egy hatalmas kihívás, egy kicsit más bőrébe bújni majd, úgyhogy várjuk ezt a munkát, az elején vagyunk, de ez lesz a fő csapásunk nekünk most. Novák Péterrel itt a nyár végén is, ugye a királyi napok kapcsán is volt egy ilyen hasonló. Igen, ez a Csillagkapu, ez már megy jó pár éve, meg most is Debrecenbe megyünk egy 3 napra, egy 4 fellépéses hosszú hétvégére, úgyhogy nagyon jó, hogy ez a műsor is megy tovább, de azt még a gyerekcsoporttal, most már ifjúsági korosztállyal hoztuk össze, ez most abszolút a felnőtt együttesnek a darabja lesz. És hát abban bízunk, hogy jövőre pedig már lehet olyan néptáncfesztivált összerakni, hogy végre, amilyet szeretnétek. Hogy végre a 25. évfordulónkat már 2 éve ünnepeljük. Igen. Nagyon várjuk már, úgyhogy nagyon bízunk benne. Nincs is más variációnk a fejünkben. Örül, neki megállítottátok az időt, sikerült. Egyébként igen, de most már tovább engedjük. Úgy érezzük. Nálatok meg, hát most nagyon sok minden van. Aladdin, Phantom Fire. Nagyon sok minden, mert ugye amíg nem lehetett felszállni a képzelőbeli kiputópályáról, lent parkoltak a gépek, és csak egyre több lett. Úgyhogy most zöld utat kaptunk, úgyhogy nagyon-nagyon sok feladatunk van. Hát most járjuk az országot a Phantom Fájdalom című produkciónkkal. Végre bemutathatjuk idehaza Székesfehérváron ezt a szerintem nagyon jól sikerült produkciót. Ez október 1-én lesz. Ezt megelőzően Robi említette a mesedarabot, mi is, számunkra is nagyon fontos az ifjúság, mint közönség, úgyhogy 28-án, szeptember 28-29-én mindkét nap két-két előadást 3-kor és 6 órakor játsszuk az Aladint. Aztán október 1-én a Phantom Fájdalomnak lesz a bemutatója, aztán október 19-én a Hattyúk tavát fogjuk bemutatni Székesfehérváron, de közben majd megyünk október 2-án Hattyúk tavával Budapestre, a Nemzeti Táncszínházba, most voltunk nemrég a Phantom Fájdalom című produkciónkkal. Szóval nagyon-nagyon sok van, és akkor ezek csak tényleg a közeljövőbeni tervek, de most már előkészítjük a jövő évadunkat is, amikor egy nagyon neves vendégkoreográfust is sikerült meghívni, Lukás Timulák személyébe, aki a Nederland Dance Theaternek, tehát a Holland Táncszínháznak volt az egyik vezető táncosa, és egy nagyszerű koreográfus, nagyon sok helyen játsszák a darabjait a világban. Neki egy egyfelvonásos darabját mutatjuk be, és 2 egyfelvonásos tőlem. Pillangok lesz az egy címe, ez november 15-én lesz. Hát még nagyon sok tervünk van. Hát a legnagyobb volumenű tervünk az 2022-re, Jirzsik Ilián, te tudod, hogy kiről beszélünk, Umbaló című művét szeretnénk bemutatni, elhozni, komoly tárgyalásokat folytatunk a mesterrel, és a feltételeit megteremteni, hogy ezt a remek művet el tudjuk hozni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok tervünk van.
János, tudom, hogy te már a jövő nyárnál meg ősznél tartasz, de még most lesz nekünk egy október 23. Vannak meglepetéseink. Egyébként velük ellentétben egy személyes intézmény vagyok tulajdonképpen, ami ennek a kreatív részét illeti. Most indul a Tanterem Színházi sorozaton, csináltam a Magdeből egy két személyes előadást a Csengeim, a Mártonnal, meg a Mészáros Királyval, azt elkezdjük vinni iskolákba, már voltunk is tavasszal. 22 ugye Aranybulla emlékév, tehát második András Aranybullára fogok sakkozni, tehát meg fogom fejleszteni a sakkot. Az is érdekes, mert 24-ben szeretném, hogyha a sakkolimpián ez a fehérvári óriás sakk egy továbbfejlesztett változatban bemutatkozhatna, és a legnagyobb 22-es dolog az egy egész estés beszélgetés lenne, gyorsan mondom. Testvérvárosunk Schwäbisch-Gmünd ugyanúgy kiásta maga középkori történelmét, mint Fehérvár, és hozzánk képest két évvel korábban, 2010-ben egy 1000 fős előadásban mutatta be a saját középkorukat, ami nálunk Árpádház, az nálunk Staufen család, és ez a két város most 22-ben egy közös mini előadást fog létrehozni, amit én írok és én rendezek. Ez nagyon, bocsánat, amit János mond, mert nagyon fontos a város számára és számunkra is ez a testvérvárosi kapcsolat, és a János ebben sokkal előrébb tart, mint mi, de mivel mondottam, a sok handicapje mellett a táncszínháznak azért vannak előnye is, hiszen nincsenek nyelvi határai. Most tárgyalásokat folytatunk a várossal, hogy meghívták a balettszínházat, lesz egy operafesztiváljuk, ahol a Székesfehérvári Balettszínház is egy rövid produkcióval fel fog lépni, úgyhogy ez számunkra is nagyon, nagyon fontos. Még egy kérdés hozzád, János, ugye az október 23-at akartam volna felvetíteni, szabad-e már most tudni belőle? Figyelj, a dolog nagyon egyszerű, az egész, amit itt én Fehérváron elkezdtem, az 15-ben kezdődött egy megyeházi zátkörű 56-os műsorral, az volt a Tiszta szívvel. Hetedik előadásként én most ezt az előadást újra mixelem, és 8 új szereplővel, látványos körülmények között, vetítéssel, tánccal, zenével, mindennel, egy hatalmas színpadon újra megcsinálom. Na, a cím igazak. Izgalommal várjuk. Köszönjük. És hát én még azt is izgalommal várom, hogy milyen új produkció lesz majd a ti közös rendezésetekben és táncművészetekkel, amit ti hozzá tudtok adni. Úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok nektek a jövőben. Köszönöm köszönjük szépen, hogy köszönjük, voltatok. Köszönjük szépen. És öröm volt veletek beszélgetni. Kölcsönös. Köszönöm. Kedves nézőink, Matuz János, Egerházi Attila és Majoros Róbert voltak a vendégeim. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!